A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adás sorozatunkban. Nagyon nagy szeretettel Kis József Zsoltot köszöntöm a stúdióba. Köszönöm a meghívást, szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Zsolt, mindig nagyon örülünk neked, mert annyira tisztán, világosan meg tudod fogalmazni azokat a leglényegesebb dolgokat, amik most az emberiséggel történnek, és ami a legcsodálatosabb, hogy mindezeket a történéseket, mindezeket az ébredéseket, amik most a tudatban zajlanak, ezeket az asztrológia is meg tudja támogatni. És ugye az év elején, az előző beszélgetésünkben, ahol te egy komplett prognózist adtál és ismertettél a nézőkkel, mindenki, szinte nincs olyan ember, aki vagy félelemből, vagy kíváncsiságból ne kattintana rá egy ilyen fajta iránymutatásra és előrejelzésre, és ugye ilyenkor nem csak téged néznek meg a nézők, hanem előkerülnek ősrégi proféciák is. Például most nagyon népszerű Nostradamusnak a korábbi jóslata, amelyik erre az évre nagyon sok változást ígér, trónfosztást ígér, pápa választást ígér, és igazából talán az asztrológia is az én számomra egy kicsit olyan, hogy egy ilyen önbeteljesítő tulajdonsága van, tehát hogyha én valamiben hiszek, ha valami mögé állok, vagy valamire vágyódom, akkor ezt meg is tudom teremteni az információn keresztül. Szeretném a te véleményedet megtudni, hogy hogyan viszonyulsz te a többi asztrológusnak az előrejelzéseihez, illetve ezeknek a régi proféciáknak a mondani valójához. Fontos és aktuális kérdés, amit föltettél valóban, visszautalva az újévi első adásunkra, ahol a prognózisról beszéltem, ugye ott elmondtam, hogy az én életemben az asztrológia, mint eszköz használata csak egy szegmens. Tehát én elsősorban emberek önismeretében, személyiségfejlesztésében dolgozom, és amúgy is használok egy holisztikus világképet, ami már az asztrológia előtt is megvolt, tehát amikor például én ilyen kollektív dolgokról elkezdtem beszélni a 2000-es évek elején, még nagyon fiatal voltam, és asztrológiából sem tudtam annyit, hanem egyfajta holisztikus vagy szintézisbe való látásmódból mondtam dolgokat, amit érdekes módon egyébként jegyzem, mert nem volt feltétlenül ilyen szándékom, meg nem gondoltam erre, csak mondtam, ami jött. És úgy éreztem, hogy segít, hogy most akik akkor, hát még akkor nem volt internet, nem volt YouTube csatorna, talán internet már volt, de YouTube csatorna nem, neki legalábbis nekem biztos, de az élő előadásokra jártak, és visszajelzik, hogy nagyon-nagyon érvényes. Mondtam, hogy majd az, amitől akkor rettegtek, féltek emberek, mondom, később se kell félni, de az majd a 2010-es évek elejétől jön be az időszak. Tehát ezt fontos volt elmondani. Na most ez az önbeteljesítő jóslat című történet. Ahogy szintén mondtam, meg általában elmondom a videók elején, hogy itt az asztrológus mintázatokat lát. Tehát ez olyan, mint egy tészta, vagy valami sütemény, amiben mi nem tettük bele a tölteléket. A tölteléket mindenki maga teszi bele, az ő hiedelemrendszere szerint, tudatszintje, személyiség érettsége, személyiség állapota szerint. Ezért is van az, amit minden videómat a YouTube-on úgy kezdem, hogy közvetítek, ahol tartok önismeretben, ébrettségben, személyiségérettségben, és ahol értem a világot, mindezt fejlesztve, és a fogadó is úgy tudja fogadni, ahol tart. Tehát ezért van az, hogy nincs ilyen abszolút mértékű fizikai jóslat, akár egyéni, akár kollektív szinten, mert ha megnézzük az egyén életben is, vagy egy közösség életében is, akkor van tulajdonképpen háromfajta tartalom. Van egy olyan abszolút determinált tartalom, ami mondjuk így, hogy már hoztuk magunkkal, és az nem jó és rossz, ahogy írja Shakespeare, nincs se jó, se rossz, csak a gondolkodás teszi azzal, attól függ, hogy mit, hogy viszonyulunk hozzá. Annak születtem, úgy születtem, ezeket a tartalmakat hoztam, azon lehet filozofálni, meg kutakodni, hogy honnan hoztam, miért hoztam, ezt most hagyjuk, de minden esetre ezzel kell valamit kezdenem, annak érdekében,
amire minden ember hangolva van, hogy keressük a szeretetet és a teljességet. És végül is előbb-utóbb rájövünk, hogy minden hozott tartalom ezt szolgálja. És ott ugye az önismeret nulladik pontja nem csak asztrológia, bármely más szempontból az, hogy én megismerem és elfogadom, aki vagyok, ami vagyok, ahova akinek születtem, és onnan lehet tovább fejlődni, mert én úgy tartom, hogy mindenki egy hegycsúcsra tart, mert mindenki ezt a teljességet keresi, tudatosan, tudattalanul, közvetve, közvetlenül, csak különböző háttérrel jön, különböző alkattal, különböző ösvényen, és különböző helyen tartunk ezen az ösvényen. Tehát van egy látni a determinált részt, és az abból fejlődni, ami azt jelenti, hogy van egy lecke, ha valaki beiratkozik a közgazdasági egyetemre, akkor bizonyos tantárgyakat tanul, és nincs választás, ha valaki beiratkozik a színház és filmészeti főiskolára, meg bizonyos gyakorlatokat végez, és nem ugyanazt fogja tanulni, mint a közgázon. Ez nyilvánvaló. És egy, mondjuk így, hogy egy viszonylag életszemélyiségű ember, ez, ha eljut odáig, ez belátja. És itt, tehát vannak bizonyos olyan dolgok, ami nem tudunk változtatni, hanem azon tudunk változtatni, hogy hogyan válunk által a jobb emberré, hogyan tudjuk a fejlődésünkre használni, és azot nulladik pontként hogyan fogadjuk el, hogy aztán a fejlődésünkre használjuk. Ide, most nem fogom elmondani, de sokan ismerik a Szent Ferenc imát. Ez nagyon ide, hogy viszonyuljak. Aztán van olyan, ahol csak a lecke van, vagy a feladat determinált, és ott tulajdonképpen már nagyobb a szabad akarati játéktér, és ott tulajdonképpen még inkább milyen a tudatszintem, milyen a személyiségérettségem van, akár váltókat is állíthatok át, tehát nem biztos, hogy ugye ezek ilyen hétköznapi példák, hogy például van nagyon sok olyan baleset, betegség, emberi kapcsolati konfliktus, szeparáció, megbántó a másikat, ami nem szükségszerű, hogy úgy történjen. Ugyanis egy egyetemes törvényszerűség megfigyelhető, hogy ha valamit nem tudunk megoldani a tudatban, az egy megint magas szint, mint feszültség, mint konfliktus, akkor lejön a személyiségbe, és ott okoz konfliktus. Például érzelmi konfliktusokat magunkban és egymással, akarati, agresszív konfliktusokat. Ha ott se tudjuk megoldani, akkor lejön a fizikai világba. Vagy úgy, hogy ártunk egymásnak, akár verbálisan, vagy tevőlegesen, vagy úgy, hogy lehasad a fizikai testbe, és betegségeket okoz. És hát tehát hogyha elég tudatos vagyok, akkor nem kell odáig eljutni. Tehát nincs megírva az előre, hogy neked balesetet kell szenvedned sokszor. Hát hogyha neked olyan a személyiséged, hogy nem tudod szabályozni, nincs megoldva mondjuk az agresszió kontroll problémád, vagy valamilyen gyerekkori azonosulás az agresszorral a probléma, akkor lehet, hogy te úgy vezetsz, hogy balesetet okozol. De az nem azért okozod, mert valaki megírta, hogy ott kell törni, és akkor megmagyarázod, hanem azért, mert nincs átdolgozva a személyiséged, és ez a te felelősséged. De vannak tényleg olyan hozott dolgok, és van aztán, ahol ez lágyul, ahol a szabad akarati választási faktorunk aztán még nagyobb játéktérrel bír. És ez azért mondtam el, mert az asztrológus, vagy egy jelfigyelő, akár egy egyén életben, akár egy közösség életben a bekódolt mintázatokat, amivel a kollektív elemzést is kezdtem, látja. Ha úgy tetszik, mondtam azt, hogy világegyetembe járunk, a tananyagot látja, időben és térben, hogy mi a tananyag, mikor tanulunk, mit tanulunk, miből vizsgázunk. Ezt ismerteti, ez a feladata, hogy ebben mint egy szinkrontolmács, jelkoltolmács legyen, és ebben ilyen szempontból semmi önbeteljesítő nincs. Te tudod magadnak beteljesíteni, ahol tartasz. Tehát ha hárítod például a felelősséget, és azt mondod, hogy ja, hát én, velem semmi probléma nincs, a másik hülye, most idézőjelbe téve, akkor abba hisz. Az fog megvalósítani. Az igazsága. Ugye, nyilván, ha valaki meg akarja tagadni azt, hogy most mit tudom én elkezdenék azért szenvedni, hogy miért nem vagyok 2 méteres fekete kosárlabdázó, hát azért, mert nem feketének születtem, nem 2 méteresnek, és nem vagyok kosárlabda tehetség. Mert nyilvánvalóan, ha annak születek, akkor az az utam. De mindenki ugyanarra a hegycsúcsra tart. Akkor meg az egy súlyos személyiség elakadás, amögött súlyos személyiség probléma, valaki megtagadja azt, aminek születi. Tehát a konkrét determináltat. Tehát mi, ugye az univerzumban van egy törvényszerűség, hogy minden, ami szélsőség, az pusztító. Tehát, hogy ez rajtunk múlik. És még egy, hogy ahogy szintén ebben az éves prognózisban mondtam, hogy minden az időminőségnek van alávetve. Erről egyébként Jung is ír, Kepler, Shakespeare, irodalmi művek tömkelege, és hát nem beszélve egyéb más szellemi üzenetekről,
hogy az adott, sőt konkrétan Jung ír elő, hogy az adott időminőségben ugye adó dolgok tudnak megtörténni. Most ezt megint szabadon idézem. Hát és ez a természetben is. Tehát amikor arról beszéltem az éves prognózisban, hogy mély gyökeres tektonikai változások vannak a személyiségben, a társadalom lélektanilag, és a fizikai rendszerekben, a természetben is. Tehát a természetben is most a biztosnak hitt elemek jobban meg fognak mozdulni. Az időjárás alig. És persze ezt föl lehet tölteni fizikai tartalommal, hogy egyrészt azért, mert a Föld belépett abba a ciklusába, hogy a Föld mozgásából következően most jobban változik az éghajlat, meg hogy ebben nyilvánvalóan valamennyire az emberi tevékenység is persze, hogy beleszól, és nem barátian bántunk a természettel. Oké, de hogy ez az időminőség. Tehát nem azért van, hogy mondjam, nem azért van valami, mert azt mi csináljuk, hanem azért van valami, van egy ilyen időminőség, amikor van egy tapasztalási mintázat, és amilyen szinten tartunk, azt már mi csináljuk, azt mi töltjük fel tartalommal. Erre megint azt lehet mondani, hogy ez nem önbeteljesítő, ez olyan, mint az életszakaszok változása. Most az önbeteljesítő, hogy én öregszem? Hát mondjuk, vagy fiatal vagy, vagy kamasz vagy, hát belépsz egy életszakaszba, annak van egy jellemzője. Az, hogy te hogy viszonyulsz hozzá, azt te töltöd fel tartalommal. Tehát pont az a célja szerintem, és egészen személyesen én, mint asztrológus, azt tartom feladatomnak, tehát mint segítő szakember, stb. Főleg ez vagyok, de asztrológus, mint eszköz. De ha asztrológusként működök, akkor ez az a tengely, amit tartok, hogy nekem semmi más dolgom nincs, mint ezt a mintázatot minél korrektebbül közvetítsem, és ebbe tisztán tartsam magam. És ezt persze elő lehet adni úgy, mert elkérdeztél arra, hogy esetleg milyen, hogy valaki ebben nagyon szubjektív. És úgy nyilvánítja meg, úgy adja át, vagy úgy, hogy az tényleg önbeteljesítő legyen, mert ő maga önbeteljesíti. Tehát ugye ez egy alapszabály, ez szerintem mindenki tudja, hogy a segítő szakmáknál, tehát hogyha egy pilótának kötelező, nem tudom, mennyi orvosi vizsgálat, meg gyakorlat, mielőtt felszáll, hát aki emberekkel foglalkozik, ennek megvan egy protokollja, megvan a kötelező önismeret, óraszám, szupervízió, kontroll, tehát karban kell tartani magad, ha önismeretben segítő szakember vagy, ha ezzel foglalkozol. Ez teljesen egyértelmű, és nyilván, hogyha valaki esetleg nem elég érett személyiség, vagy sérült személyiség, de nem tudatos benne, nem gyógyította meg magát, vagy nem tartja karban úgymond az önismeretét, és esetleg úgy, most paradjunk az asztrológiával, használja ezt az asztrológiát, mint eszközt, akkor az ő személyiség projekcióit, adott esetben személyiség torzulását, vagy kognitív torzítását bele fogja vetíteni abba, amit ő tálal. Tehát ez egy nyilván mindenki elszennyezett, mert én is el vagyok szennyezve, mert a személyiségem elszennyezi, csak emberek vagyunk, csak hát minél tisztább legyen az a szemüveg, amin keresztül átadjuk ezt a dolgot. Ezért nyilván vélhetően vannak olyan jelfigyelők, akik ebbe szubjektívebbek. Hogy néz ki maga a jövendőlés, a jóslás? Ugye én ezt úgy feltételezem, hogy van egy ilyen kiinduló tényállapot, amiből teljesen logikusan, bizonyos energiák hatása vagy törvényszerűségek alapján konkrétan és logikusan, racionálisan kiszámítható egy jövőkép. És a kérdésem az igazából az, hogy például ma észszerű dolog-e mondjuk Nostradamus jóslatait figyelembe venni, mert hogy ugye ezek a jóslatok, amikor keletkeztek, és ami alapján mondjuk az kikövetkeztetésre, kikalkulálásra, vagy kiszámításra került, az már nem áll fenn, az a helyzet. Tehát hogy néz ez ki szerinted, hogy oké, nagyon sok mindenbe beletrafált, de beletrafált-e vajon, vagy pedig mi értelmeztük azt rosszul, mindazonáltal, hogy meg is teremtjük azt, amit ott hallunk. Hát igen, mindjárt eljutok ide, de egy lényegénél kezdem, hogy ami szerintem egy sokkal közvetlenebb, ami most fontos az embereknek, és ez is fontos, persze, az, hogy igazándiból a jelennel érdemes foglalkozni, mert nyilván attól függ a jövő, a jövőt nem tudom előre megváltoztatni, a múltat nem tudom visszamenőleg átírni, és ott mindig figyeljük meg, hogy milyen arányban tekintünk előre, vagy milyen arányban vannak olyan kivetítéseink, amikor különböző ráadásul ilyen régi jóslatokkal, vagy bármilyen jóslattal foglalkozunk, és hogy önismeretileg milyen a viszonyulásunk ehhez. Tehát nekem ugye, mikor volt ez a Járvány és járulékai című dolog, akkor volt olyan ismerősöm, aki persze ilyen szellemibbnek vallotta magát, én sejtettem, hogy nem az,
de akkor egyértelműen szint vallott, hogy ő folyamatosan csak azzal volt elfoglalva, hogy milyen elméletek vannak arról, hogy most a Covid mögött mi van. Ez naphosszat ezzel foglalkozott. És mondtam neki, holott van egy tanítás, amit fogni kéne, ami egyébként szájbarágos, hogy mire tanít bennünket ez a helyzet, és azzal kéne foglalkozni, nem azzal, hogy most megkülönböztesse, vagy mi az, ami összeesküvés, elmélet és gyakorlat fizikai szinten ebben a dologban, mert nem az a lényeg, hogy most fizikai szinten egészen pontosan mi az oka, legalábbis önismereti szempontból, nem ez a lényeg, hanem hogy mire tanít ez az egész helyzet. Most zárójel. Tehát igazándiból a legfontosabbnak azt tartom, hogy a jelennel foglalkozzunk, és szoktam mondani azt a hasonlatot, hogy ez az egész profécia meg jóslás egy része azért onnan jön, és a kollektívre is, amit pont a éves prognózisban is említettem, hogyha elég tudatos vagyok, tisztán tartom a tudatomat, és emelem a tudatosságomat, és itt nagyon-nagyon fontos lesz, az emberek a racionális szintről felemelkedjenek, egy holisztikus, egy egységben való látásmód, hogyha valaki ismeri a Kenvirbeli integrál pszichológiát, közelíti esetleg a hálózatszerű gondolkodást, akkor én ezt egyszerűen úgy szoktam mondani, hogy ha eléggé mélyre fúrsz a jelenbe, belül leginkább önmagadba, és itt jön egy hasonlatom, hogy ha te pontosan tudod, hogy elvetsz egy kukoricamagot, és azt is pontosan tudod, hogy ez milyen fajta kukorica, és tudod azt, hogy az hogy nő, akkor nem nagy jós tehetség kell ahhoz, hogy abból kukorica lesz, és nagyjából mikor lesz kukorica, és milyen ízű lesz. Tehát azért van egy ilyen része a dolognak. Plusz ehhez nyilván, ha valaki még rápakol, most mondom így, egy analógiás rendszert, mint segédeszközt, akár egy asztrológiát, ami már eleve ezen az analógiás szinten működik, tehát most ezt nem akarok belemenni, hogy hogyan van asztrológiai iskolám, ott több évig tanítom, illetve amit mondtam, hogy bizonyos embereket születetten hozzák, mint valakinek abszolút hallása van, vagy zenei tehetsége van, stb. Ezek ugyanolyan képességek. Én ezt részben hoztam például ezt a képességet. Nagyon sokszor az asztrológusok meg a látnokok hoznak ilyen képességeket, és ez fejleszthető, de hiszem és látom, hogy bizonyos szintig általában bármely emberbe fölébreszthető, de egy bizonyos szintig. És szerintem megint csak ezt kell fejlesztenünk, és csak a harmadik lépés, hogy ennek tükrében nézzük meg azokat a különböző proféciákat. Az egyébként, amit mondtál, hogy akár Nostradamus, de mondhatnám, azért van sok olyan profécia, amiben azért mondjuk így, hogy azért vannak igazságmintázatok, tehát ott van az a német kútású, a nyirkajóslat, Giordano Bruno, Nostradamus, Edgar Cayce, tehát még sorolhatnám, akiket tudok, csak most hirtelen akik eszembe jutottak, tehát hogy tényleg mondanak olyan dolgokat, akár Giordano Brunoit is megnézzük, alkimisták foglalkoztak ezzel, olyan víziói voltak, hát vagy menjünk egészen a Szentírásig, bocsánat, ugye? Ugye a fenevad bélyege, stb. Szóval ott olyan komoly leírások voltak, ahol utalt hattak, persze ezt mi vetítjük bele olyan technológiákra, amikről még nem is álmodtak az emberek, de mégis valahogy leírták, de főleg a mögötte lévő mechanizmus. Tehát abban azért van valami, hogy régen is voltak olyan emberek, akiknek volt vagy egy kitágult tudatossága, és a kitágult tudatosság mellett eleve egy hozott holisztikus látásmód. A Nostradamus egyébként asztrológus is volt, ha már behoztat példaképpen, és még egy elfigyelő rendszert használt, azzal ő tényleg előre láthatott dolgokat. Most nyilván ezeknél persze az a része nagyjából hibázik, nyilván hogy annyira konkrétan nem mondják azt meg, mert nem mondják azt, hogy internet, nem tudjuk, hogy mi az, hogy internet, vagy YouTube, meg nem tudom mi, 500 évvel ezelőtt, de azért ezekben lehet sokszor valami. Lehetőség benne van a lehetőség, és az is, amit mindig mondok ennél a kollektívre, és ez a videóimban is nagyon óvatos vagyok, hogy kicsit kapcsolódik az önbeteljesítő jóslathoz, és meg ahhoz is, hogy a magyar nyelvnek van egy teremtő ereje. Tehát nem kell itt sötét dolgokat teremteni, teremtünk mi attól is, tehát sőt, az asztrológusnak nem az a dolga, gondoljunk egy céllövöldére, vagy egy célkeresztre, mondjuk egy íjász. Egyféleképpen tudsz csak a célba lőni, viszont végtelenféleképpen tudsz mellé lőni. Hát azt nem kell annyira ragozni, hogy hogyan lehet mellé lőni, hanem hogy hogyan lehet belelőni. Tehát én ezt hangsúlyozom, de azzal együtt én is olykor lemodelezek dolgokat, hogyha igen, ha ez alacsonyabb tudatszinten valósul meg, akkor nagy valószínűséggel ilyen folyamatokat hoz, mert mindent meg lehet élni öntudatlanul,
fölébredt szinten és fölébredten. Tehát kevés emberi értékkel, kevés tudatossággal, kevés szeretettel, vagy tudatossággal és szeretettel. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire az a fontos, hogy mi van bennünk, hogy a védáknak, ugye, ami egy nagyon ősi tanítás, volt egy ilyen megállapítása, hogy keresték az élet-halál problémájának a feloldását a tejútrendszerekben, a tejútködökben, a galaxisokban, mindenhol, ugye a csillagok között, de nem ott találták meg, hanem az embernek a csodálatos belső mechanizmusain keresztül a lélekvizsgálata hozta meg a megoldást, és hogy mi volt a megoldás, az az egy, az a tudat, ami minden mögött ott van. Minden mögött ott van, ugye, ami mindennek a forrása, és igazából mindegy, hogy asztrológia, mindegy, hogy internet, mindegy, hogy milyen profécia, igazából minden arra mutat, és minden afelé halad egy egészséges, természetes evolúció mentén, ugye, hogyha abban nem avatkozunk bele, és nem tesszük tönkre, akár ugyanolyan szándékossággal, mint ahogy ez alapvetően a világ működésében, ebben a duális világ működésében nagyon alacsony tudatszinten, illetve ez számomra mindig kérdés, hogy amikor valaki egy nagyon magas tudatszinten elér minden tudást, és a legfelsőbb lélek állapotába kerül, ott van-e még szándéka adott esetben mindennek a tudásnak a birtokában ártani és pusztítani az emberiségnek? Hát igen, erről lehet filozofálgatni, guruknál is megfigyeltjük, sőt, spirituális megnyilvánulásoknál, hogy tanításképpen, és úgy, hogy attól ébredjen, pont az előző adást úgy zártuk, hoztad ezt a gondolatot, hogy valóban, hogyha be a stúdióban nyújt, lekapcsolunk minden világítást, és meggyújtunk egy gyertyát, akkor a fény föl fog értékelődni. Hát most ugye ebben a korszakban vagyunk, hogy egy sötét korszakban vagyunk, mondjuk én magam részéről nem feltétlenül hiszek abban, hogy volt egy abszolút világos korszak, mert akkor az emberiség nem itt tartana. Szerintem ez ilyen ciklikus, hogyha a karma kereket nézzük, hogy a létforgatagot, de ez máshová vezet. Az biztos, hogy voltak bölcsebb, fényesebb időszakok, de most van egy szellemi sötétség, és hogy kell az ellenpont, és hogy ez egy szükségszerű folyamat. Hogy érzed, Zsolt? Azért annak idején, hogyha így, már amennyit tudhatunk a történelmi dolgokból, meg a visszatekintésekből, azért alapvetően, mintha az embernek meg lett volna ez a természetes tudatállapot, ez a természetesen magas tudatállapot, viszont meg kellett, hogy történjen egy bukás, egy sötétségbe süllyedés ahhoz, hogy a tudatára ébredt, tudatú ember maga hozza meg saját szándéka és akarata alapján, az Isten akarattal megegyezően azt, hogy én ebből akkor föl akarok ébredni, és abban a fénnyel teli, szeretettel teli életet és világban akarok élni. Tehát azért más a minőség, amikor te csak a tiszta természetednél fogva úgymond öntudatlanul vagy még a legmagasabb tudatállapotodban, vagy megbuksz, lezuhansz, átélve a bukás és akár a többszöri kipusztulás élményét, és ennek az emlékével együtt a legnagyobb sötétségből saját tudatod ébredésén keresztül te hozod meg a döntést, hogy akkor ezt visszaépítjük. Hát én ezt olyannyira igaznak tartom, ugye szintén a múltkori adásban ez szóba került, hogy igazándiból most van az emberiség, most lépdel bele az én meglátásom szerint egy olyan korszakba, hogy szabad akaratából tudatosan vállalja, amért itt van, és nem mindig volt ilyen korszak, tehát most, amit mondtam az előbb, az ilyen, hogy mondjam, már non-duális filozófia felé vitt, hogy a nagykörforgásokat nézzük, akkor itt nem volt teljes felébredtség, de volt fölébredtebb időszak, és ebből a szempontból ott pont ebből fakadóan, hogy ez még nem volt meg szerintem, ez a szabad akaratból való tudatos fölébredés, el kellett bukni. És ha körbenézünk, akár Buddha is, ha megnézzük, hogy milyen merev és konzervatív közegbe születik meg, és mit reformál meg, vagy ha megnézzük, hogy milyen anyagi a sötétségbe születik bele Krisztus, hát ezt ebből a kultúrkörbe tudjuk, gondoljuk a feruzausokra, stb. Az egész történetre. Tehát ott olyan sötétség volt, hogy csak na, és gyakorlatilag ott kellett Krisztusnak megszületni, illetve hát ugye abban ott képviselt egy ilyen elanyagiasult sötétséget. Tehát ezek a gyökérgurúk ugye általában nem oda születtek, ahol nagy fény volt, hanem
hanem ki kell fényesíteni a dolgokat. Tehát én ezt vallom, és pont azért vagyunk most nagyon fontos időminőségben, mert ebbe lépdelünk bele. Hát igen, mert ugye az érettségünket azért szerintem, hogy úgy mondjam, meg tudja egy kicsit erősíteni a stabilitásunkat utána, hogyha elérünk egy újabb, emelkedettebb tudatszintet, hogy a bukásnak az élménye már bennünk van. Tehát igazából megvan, amit el akarunk kerülni, mert a tudattalan egyébként így működik, hogy ha ezt nem éltük túl bármikor ennek a fajnak nincs a kipusztulását, akkor ő azt már tudattalanul annak az elkerülését támogatja, tehát mindenképp az ébredést fogja támogatni. Zsolt, utolsó kérdésem, tegyél rendet bennünk, légy szíves, hogy számít-e az asztrológia szempontjából az, hogy milyen évet írunk valójában, tehát hogy 2024 van-e tényleg, vagy igazak-e azok az időhamisítások, amikor 300 év úgy eltűnt így a múltból? Számít-e az, hogy mondjuk most nem 2024 van valójában, hanem mondjuk lehet, hogy 1200? Hát erre egyszerű válaszolnom, mert egyáltalán nem számít. Ahogy egyébként az éves videóban is elmondtam, hogy január 1-e környékén én csak azért teszek fel videókat, mert akkor az évről, mert akkor sok ember várja, és sok ember hisz benne, és ebben van érzelmi és mentális energia, mert hogy valójában a konstellációk egy végtelen időfolyam tematikáját, tehát egy végtelen időfolyam tanítását hozzák, és mi tematizáljuk, tehát az időfolyamnak van egy tanítása, hogy most hogy számítjuk, az teljesen mindegy. Nyilván numerológiailag már nem egészen mindegy, mert hogyha az ember alkot egy naptárrendszert, és akkor azt mondja, hogy most megállapodunk, hogy 2024 van, és ebbe hiszünk, és ezt tartjuk magunknak, annak persze van jelentősége, de most ugye asztrológiailag kérdezted. Tehát asztrológiailag mondjuk így, hogy a konstelláció számít, ami nem okoz semmit, hanem csak jelez egy tapasztalási mintázatot. Ez ennyit jelent. És a tapasztalási mintázat az akkor is az, hogyha most 24-et írunk, vagy akármennyit írunk, akkor is az a tapasztalási mintázat. Tehát ilyen szempontból ez nem számít. Irreveláns. Zsolt, mi a kedvenc bolygód neked? Mi lesz 2024-ben az a bolygó, amelyik a legjobban megsegíti ezt a változást? Hát ez érdekes, mert ugye a káldeusi bolygósorrendben ugye visszamegyünk Ptolemaioszhoz, ugye vannak, ezt talán közismert, és lehet, hogy ezt bologatsz, és gondolod, hogy mire gondolok, hogy vannak planéták által jelölt, ezek tulajdonképpen archetipikus energiák, évek, és hát mivel az új év asztrológiailag ugye nem most kezdődik, hanem majd tavasszal, akkor a napévébe lépünk be, ami a király vagy a királynő archetipusa, az uralkodó éve, és majd erről én fogok beszélni, lesz egy nagy előadásom szertartással egybekötve, szintén a Szent András kastélyban, ahol most a nagy előadásom volt, és ennek a felvétele az egész évről látható a YouTube csatornámon, ezt is egy napforduló szertartással kötöttem össze december 22-én. Akkor majd jobban beszélek erről, mert a napéve, hogy a személyiség szinten az individuum, az egoitásod, amin keresztül én azt mondtam, hogy két dolog fontos az ember életében, így személyiség szinten, hogy fejlődjünk, érjünk a személyiségünkben, és tudatossá váljunk az egónkban. Tehát, hogy mennyire vagyunk autonómak, mennyire vállalunk felelősséget magunkért, mennyire vagyunk a helyünkön, az önnel kezdődő dolgok, reális önértékelés, önuralom, önfegyelem, ez majd március végétől kezdődik, és ez a naphoz tartozik, ami a személyes része az, hogy nekem elég fontos ez az én hozott rendszeremben ez az archetipus, tehát a napnak a hatása az én rendszeremben, vagy születési horoszkópom már eléggé ott van, ezért is mondjuk így, hogy tudom jobban megvalósítani kötetlenebbül a dolgokat, tehát azt mondom, hogy autonóm módon képviselem azt, amit képviselek, kicsit hasonlóan, mint a VNTV-n is igyekszem megőrizni a függetlenségemet, hogy és személyiség szinten is dolgozva magamon, meg nyilván hozott minták alapján, hogy egyre kevesebb dologban vagyok megvesztegethető, vagy szinte alig valamiben, és ez egy belső függetlenség, hogy a YouTube-on is, amit csinálok, ott is én nem engedek be reklámot, nem függök a pénztől, nem függök a lájkoktól, igazándiból soha nem mondom el, hogy mit tudom, iratkozzatok föl, vagy lájkoljak, vagy nem tudom, mit csináljatok, hanem abba hiszek, hogy nincs bevételem a YouTube-tól, olykor van mecénás, olykor saját zsebből. Én abban hiszek, hogy most van egy ilyen dolgom, és azok az emberek, akik erre fogékonyak és segítik, azok megtalálnak. Tehát a naphoz tartozik ez a fajta autonómia. Igen, is. Igen, és a nap mennyire csodálatos, hogy minden fény, minden életnek a mindenkire önzetlenül kiterjedő forrása.
tényleg az utolsó kérdés következik, ami nagyon személyes lesz, hogy hogyan segíted te magad, milyen szándékkifejezésekkel, kinyilatkoztatásokkal a változásokat meg. Vannak mondataid, amiket használsz, én ezt tudom, és esetleg segítsünk a nézőknek abban, hogy ahogy bizonyos szerzetesi körökben is úgy kezdik a napi imádságot, hogy minden energiát, amit én ma itt nyerek, minden tisztulást, amit itt ma el tudok érni, ezt felajánlok minden létezőnek. Te mit használsz ezekre a változás megsegítésekre? Hát ez a felajánlás, ez eléggé fontos, amit mondtál. Én az előadásaimat is úgy kezdem, meg a különböző tevékenységeimet. Igazándiból mondhatod, hogy személyes, én nem tartom magam szellemi úton járó embernek, mert azt szerintem egy eléggé magas szint, önismereti úton járóként vagyok, vagy törekvőként. Ettől használok szellemi praxist, tehát én nagyon fiatalon megismerkedtem a kereszténységgel, ott gyakoroltam, utána megismertem a buddhizmust, ott gyakoroltam, aztán később ez a jogában teljesedett ki, egy-két buddhista típusú dolog most is van az életemben, meg például a kereszténységben az imádság, vagy a lelkiismeretvizsgálat, de alapvetően, mivel joga tradícióban kaptam beavatást, tehát gurútól van személyes mantrám, illetve használok mantrákat a gyakorlatokban, és ezekben nagyon hasonló dolgok benne vannak. És amikor ezt konkrétan megfogalmazom, tehát az órákat is, stb. Az, hogy amit itt teszünk, váljon minden lény önébredésére, berélt önmagadat is, és akivel csak tudatosan, tudattalanul kapcsolatba kerülsz. Ezt például szoktam, ezt is. Zsolt, hálásan köszönjük, hogy vagy nekünk. Én is köszönöm a beszélgetést. Mi magunk is követünk téged. Egyébként nagyon szeretjük, és nagyon örülünk annak, hogy rengetegen nézik az előrejelzéseidet és a videóidat, és tényleg így ettől lesz egyszer csak összeér az a bizonyos legfontosabb, ahol valóban egyek vagyunk, ahol valóban szeretet van, ami az igaz forrás, és az életünknek az egyetlen valódisága. Köszönöm szépen. És köszönöm, és még az év elején vagyunk, a naptári év, azt külön nem hangsúlyoztam az előző adásban, de boldogulást kívánok minden síkon, és haladást a teljesség felé neked, nektek és a kedves nézőknek. Köszönjük köszönöm. Szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják. Viszontlátásra! A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu